A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, az ünnepi beszélgetések vendége Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum Kft. Ügyvezetője. Köszöntelek itt a stúdióban. És hát most így azért a 2023-as évet értékelnéd nekünk egy kicsit. Beszélgetünk erről az évről, hogy mi minden történt így a Fehérvár Média Centrum életében. Szeretettel köszöntöm én is a Fehérvár TV nézőit, és köszönöm szépen a meghívást. 2023-as évet értékelni nem feltétlenül nekünk, újságíróknak a dolgunk, de ettől függetlenül véleményünk azért lehet. Ezt év során azért a különböző felületeinken, televízióban, rádióban, újságban, vagy az online felületeken el is mondjuk. De alapvetően a dolgunk az, hogy Székesfehérvárról és a város környezetéről hírt adjunk, tudósítsunk, elmondjuk azt, hogy mi történik a közelebb és távolabbi környezetünkben. Ez a mi dolgunk, ezt tesszük. Hogy mikor, milyen izgalmakkal jár ez, ez alapvetően nem rajtunk múlik. A 2023-as évről az előző évek után akár azt is mondhatnánk, hogy nyugalomban telt, hiszen túl vagyunk a járványidőszakon, a tőlünk keletre zajló háború első sokkja után, ha nem is belenyugodni, de beletörődni látszik Európa közössége, abba, ami szörnyűségek ott folynak, és a hatásai bár érezzük, különösen az energiapiac jelenségeiben, és ez ránk is kihat, de valahogy az idei év, 2023-as év már egy beleszokást mutat, vagy egy kicsit elfogadást és hozzászokást. Nem volt annyira kritikus talán az országnak, a városnak sem az év gazdasági környezete, és mi magunk is egy viszonylag nyugalmas, gazdasági szempontból is kiegyensúlyozott évet tudhatunk magunk mögött. Ugye itt mondtad ezt a gazdasági válság vagy részt, ami ugye a világban zajlik. Itt azért a cégnél próbáltunk mi is figyelni, hogy hát azért ne annyira használjuk mondjuk a fűtőberendezéseket, mint előtte. Ezek is segíthettek abban, hogy azért egy jó év legyen így a 2023-as? Mi magunk sosem voltunk egy pazarló közösség, hiszen a világra nyitott és eléggé tájékozott kollégák körében dolgozhatunk, és mindenki tudja, hogy egy környezetünk van, egy földünk van, és igyekszünk rá vigyázni. De egyébként sem egy különösebben energiaigényes ágazat a média, vagy olyan, ami különösebben szennyezni a környezetét. A takarékosság viszont értelemszerűen elvárás volt a tulajdonos önkormányzat részéről, nem csak a Fehérvár Média Centrum esetében, hanem valamennyi városi cégnél, intézménynél, és ki miben tudott, igyekezett takarékoskodni. Mi minimális mértékben vagyunk hatással a saját energiafogyasztásunkra, hiszen a tévé vagy a rádió adóberendezés az azonos teljesítménnyel megy télen és nyáron, nem nagyon lehet ott spórolni, vagy működik, vagy nem működik. A szerkesztőségben is a villany, ha sötét van, akkor ég, ha világos van, akkor nem ég. Nehéz ezen spórolni, a fűtésen kellett, bizony hosszú heteket ültünk mi magunk is kabátban és pokrozva, burkolozva a szerkesztőségben, de talán ilyen helyzetekben, amikor az egész város közössége arra szorul rá, hogy jól meggondolja, hogy mire költ és mire adja ki a közösség pénzét, ilyenkor nekünk is kötelességünk ebben részt vállalni. Kényelmetlen volt, kellemetlen volt, bízzunk benne, hogy túl vagyunk rajta. Egy másik része ugyanennek a kérdésnek, hogy azért mi ugye autókkal megyünk ki helyszínre. Ez mennyire rót terhet most így a médiacentrumra, hogy azért hát az üzemanyag az ugye egyre drágult, vagy hát igen, tehát hogy nem alacsony. Ezeknek a költségeknek nem nagyon tudunk határt szabni, hiszen az autónak menni kell. Egy 10-15-20 kilós kamerával és az egyéb tartozékokkal gyalog nem lehet ezt a műfajt művelni a televízióban, tehát vannak olyan fix kiadásaink, amivel nem tudunk, amin nem tudunk csökkenteni, nem lehet spórolni. Nyilván azon kell, amin tudunk, és ez gyakorlatilag csak az irodai működésünk volt.
Ugye néhány éve átalakult a médiacentrumnak a felépítése, a működése. Azóta nem tudtunk még egy nagyobbat beszélgetni, hogy milyennek látod, mik a tapasztalataid így a változást tekintve? Jó irányban haladunk-e? Mik a gondolataid ezzel kapcsolatban? Amióta én ezt a céget vezetem, most már több mint 10 éve, a cél mindig is az volt, hogy egy olyan közösség, egy olyan együttműködő szerkesztőség jöjjön létre, ahol a különböző szakmai felületeink, a televízió, a rádió, a nyomtatott sajtó és az online hírportáljaink, azok egyre inkább konvergáljanak, egyre kevesebb erőfeszítésre, egyre több mindent tudjunk előállítani, egy-egy kolléga minél több felületen tudjon értékes tartalmat előállítani, és minél több helyen tudjuk felhasználni az adott erőfeszítéssel létrejött tartalmunkat. Ez jó úton jár. Az idősebb kollégák is ebbe már beleszoktak, akik pedig fiatalok jönnek hozzánk, és szerencsére jönnek, számukra ez már természetes. Az, hogy ha kimegy egy eseményre tudósítani, ott bizony a telefonjával egy-két fotót is készítsen, a videóanyagot utána alkalmassá tegyék arra is a kollégákkal, hogy az online felületre is használni tudjuk a televízión kívül, vagy az a tévés anyaghoz megírt szöveget utána az újságba is publikálni tudjuk. Ez ma már természetes követelmény, és ez is egyfajta takarékosság, ami az egész cég működését racionálisabbá teszi. Hogy az egyes médiumjainkat nézzük, akkor mit lehet elmondani mondjuk a Vörösmarty Rádió működésére a 2023-ban? A Város Rádiója, ami 1956-os forradalmi múltra tekint vissza, hiszen néhány napig akkor működött a szabad, független Vörösmarty Rádió, amit mi szellemi elődünknek tekintünk. Azért is a Város Rádiója, mert itt a rádióktól megszokott zenés tartalmon túl azért nagyon értékes szöveges tartalommal jelentkezünk. Másfajta rádió a Vörösmarty Rádió, mint a legtöbb az országban. Mi arra törekszünk, hogy olyan értékes tartalommal jelentkezzünk városról, a térségéről, amivel máshol nem találkoznak a hallgatók. Ma már zenét tulajdonképpen főleg a fiatalok az internetről hallgatnak. Ők maguk állítják össze a lejátszási listájukat, és ott akkor is azt hallgatnak, amit ők akarnak. A zenehallgatás is módosul, de egyre kevesebb olyan lehetőséggel találkozunk, főleg autós utazás közben, amikor értékes szöveges tartalmat lehet hallgatni. A mi dolgunk az a Vörösmarty Rádióban, hogy nagyon komoly színvonalú hírszolgáltatást biztosítsunk, napra készek legyünk, és bemutassuk azokat az értékeket, amik Székesfehérváron és a Vármegyében rendelkezésre állnak. Ez egy küldetés is, egy értékmentés, értékőrzés, az értékek továbbadása, hiszen Székesfehérván tele van értékekkel, nekünk a dolgunk az, hogy ezt továbbadjuk, megőrizzük, és majd az utókor számára is elérhetővé tegyük. És ha még itt a rádiónál maradunk, akkor egyre fiatalodik egyébként a rádió, vannak fiatal rádiós kollégák, akik munkába álltak. Én magam is meglepődtem, hogy egy nagyon fiatal kolléga, akit sikerült rávenni arra, hogy próbálja ki magát a média világában, ő maga azt mondta, hogy ő rádiózni szeretne. Én abban a hitben voltam, hogy a 18 év körüli fiatalok azt se tudják, hogy mi az a rádió, de nem így van, és kellemes meglepetés volt. Bízom benne, hogy azok a fiatalok, akiknek a nevelésével, szakmai felkészítésével foglalkozunk, ma is 3-an, 4-en, 5-en is vannak a környezetünkben, akikkel együtt dolgozunk, és igyekszünk őket felkészíteni erre a szakmára. Nagyon tehetséges és lelkes fiatalok, akik bár a hagyományos médiáról azt gondoljuk, hogy már nem az ő terepük, de mégis szívesen tanulják, ismerik meg és dolgoznak benne. Ha attól tartunk, hogy a hagyományos újságírói műfajok kihalnak, talán egy kicsit kedvező képet, vagy kedvezőbbet láthatunk, vagy olyan nyomokat tapasztalhatunk, hogy ez mégsem lesz így. Azért gondolom ezt, mert a tartalomfogyasztás a világban az nő.
az, hogy milyen eszközön keresztül jut hozzá a néző, a hallgató vagy az olvasó egy adott médiatartalomhoz, az változik. Ma már az emberek akkor szeretnek valamit megnézni vagy hallgatni, amikor ehhez nekik kedvük van, meg idejük van. Nem akkor, amikor mi úgy gondoljuk, hogy egy híradónak éppen ideje van. De nekünk ezt most már van módunk biztosítani. A Fehérvár TV híradóját mi 5 órakor tűzzük adásba minden nap, de 5 óra 21 perckor már bárki az interneten megnézheti azt a híradót, ami előtte éppen adásba került. És utána nagyon hosszú, végtelen ideig tulajdonképpen hozzáférhet az egyes híranyagokhoz is, vagy a napi híradókhoz. Ugyanígy van ez a rádió esetében is, hiszen lehet hallgatni online felületeken is a rádió műsorát. Igyekszünk az archívumát is bővíteni, hogy hozzáférhetőek legyenek a korábbi értékes beszélgetések. És ugyanez van az újságnál, ami szintén elérhető online felületeken, tehát a megújuló média fogyasztási szokásokhoz igyekszünk hozzáilleszteni azt a tartalmat, amit mi gyártunk. Hogy van-e szüksége arra a tartalomra, hogy egy újságíró a hagyományos módszerekkel, felkészültségével, intellektusával és világlátásával átadja az események hírét, megfogalmazza a véleményét? Én úgy látom, hogy van, és egyre inkább lesz is. Bár manapság már mindenki tudósító, hiszen ha látunk egy balesetet az utcán, előkerül a telefon, és már másodperceken belül mindenki tudhatja, hogy mi történt éppen az adott környezetben. Ez jó dolog, de én úgy látom és abban bízom, hogy szükség lesz arra, hogy az eseményeket valaki el is magyarázza. És ezért van szükség komoly intellektussal, nagy fölkészültséggel bíró, tanult, intelligens újságíró kollégákra, hogy ezt a segítséget, ezt a hozzáadott értéket mi meg tudjuk adni és kínálni tudjuk a nézőknek, olvasóknak. Ebben látom én a televíziózás, a rádiózás, vagy általában a hagyományosnak mondott újságírói műfajok jövőjét. Arról nem is beszélve, hogy valahova, ahova mondjuk több kamerával kell kitelepülni és ott lenni, ez teljesen más, mint amikor valaki mondjuk egy telefonnal forgat le egy eseményt vagy egy dolgot. Mind a kettő lehet értékes tartalom, vannak olyan szakmai kívánalmak, aminek nekünk meg kell felelni, és én biztos vagyok benne, hogy azt a néző is látja és különbséget tud tenni a között, hogy az egy profi technikával megvágva, igazi komoly szakemberek által elég tálalva látható, vagy pedig mondjuk úgy, hogy lelkesedésből vagy amatőr eszközökkel. Nem leszólva egyébként az utóbbit, hiszen a világ dolgainak jelentős részéről nem kapnánk hírt, hogyha maguk az emberek nem igyekeznének továbbadni azokat a híreket, amiket ők látnak. Én minőségi különbséget látok a hagyományos újságírói műfaj modern környezetben való megjelenésében, illetve mondjuk úgy, hogy az egyéni ambíciók kiélése között. A Vörös Marti Rádióról már beszéltünk, mi a helyzet a tévével, az online felületekkel és hát a Fehérvár újsággal? Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy jó hírekről tudok beszámolni, hiszen mindegyik felületünk működik, gazdag tartalommal, időnként szükség szerint megújul, új arcokat is be tudunk mutatni a képernyőn, új nevek is olvashatók az újságban, friss, fiatal hangok hallhatók a rádióban, ami azt jelenti, hogy a klasszikus értékek és egy viszonylag konzervatív hangnem mellett is folyamatosan igyekszünk és tudunk is újdonságot kínálni a nézőknek, hallgatóknak, újságolvasóknak. Ez célunk is. Meg akarjuk őrizni azokat a hagyományokat és értékeket, amiket ezek a szerkesztőségek korábban önállóan, ma egyben képviselnek, és ezen jó úton is járunk. Úgy látom, hogy ez a hagyományos médiaműfaj keresett a városban, hiszen ez egy piaci rés, amit mi töltünk be. A Vörös Marti Rádióban tegnap jártam Sasvári Csillánál, hasonló témáról is beszélgettünk. Ott azt mondtam, hogy Taylor Swift zenéjét bárhol meg tudjuk hallgatni, de Vörös Tamás jazz koncertjét az csak Székesfehérváron láthatjuk,
és ha a székesfehérvári nézőhallgató kíváncsi rá, azt nálunk fogja megtalálni sehol máshol. Ez a mi küldetésünk, ez egy olyan közgazdász szóval én eredetileg az vagyok, egy piaci rés, amit csak mi tudunk betölteni, hiszen sajnos, mondhatjuk így, egyre kevesebb az a médium, amelyik a lokális hírekkel, eseményekkel foglalkozik, de mi itt vagyunk, tesszük a dolgunkat, és bízom benne, hogy ez így is marad. Következő évben is számíthatnak a nézők, hallgatók, olvasók arra, hogy működni fognak a felületeink, a Fehérvár Televízió, a Vörösmarty Rádió, Fehérvár Hetilap, és a két online felületünk a város honlapjának hírportálja a székesfehérvár.hu oldalon, illetve az fmc.hu hírportál. Ezeket készítjük mi a kollégákkal, és bízunk benne, hogy ezt még tudjuk folytatni a jövőben is. Mik a visszajelzések? Vannak-e visszajelzések így olvasóktól, hallgatóktól, mennyire érdeklődnek a helyi hírek után azok, akik itt élnek, vagy a vármegyében élnek? Mikor még korábbi munkahelyemen dolgoztam néhány tíz évvel ezelőtt, egyszer egy újságíró kolléga fölhívott azzal, mekkora botrány van egy ügyfélszolgálati irodánk előtt, hiszen ott az összes embernek valami baja van. Na most mi is elsősorban akkor kapunk visszajelzést, hogyha valami nem jó. Hogyha az újság terjesztésével baj van, mert nem ér oda, hogyha műszaki hibja miatt leáll a rádióadása, vagy hogyha internet kimaradás miatt nem lehet olvasni a híreket valamelyik online felületünkön. Na de pont ez számunkra a visszajelzés, hiszen ha valami hiba van, és tömegével jelentkeznek a nézők, olvasók, hogy mi történt, miért nem férünk hozzá a megszokott tartalmunkhoz, abból látjuk azt, hogy van rá igény. Aki elégedett valamivel, az nem mindig mondja. Akinek baja van, ő viszont hangosan megfogalmazza. Furcsa a visszajelzési rendszer ez, de mi ebből is táplálkozunk. Természetesen azért hosszú évek, évtizedek szakmai tapasztalata gyűlt föl a szerkesztőségben, hiszen vannak olyan kollégáink, akik már 40-50 éve dolgoznak a média világában. Ők azért az ujjaik hegyén is érzik azt, hogy mi a fogadtatása az adott médiumnak, mit szeretnek, mit nem szeretnek a nézők, az olvasók. Tehát van benyomásunk, van információnk arról, hogy amit csinálunk, az jó vagy nem jó. Nem Gábor Zsazsai elvek mentén működünk, hogy bármi történik is, csak szó legyen rólunk, de azért, és ebből kifolyólag azért igyekszünk csökkenteni azt, hogy negatív hírek vagy a hibák okozzanak szenzációt. Mi azt szeretjük, hogyha csendesen tehetjük a dolgunkat, hogyha feltűnésmentesen mindenki megkapja azt a tartalmat Székesfehérvárról, amire igény tart. Ha ennek örül, az se baj, ha ezt az utcán megállítanak minket és elmondják, de ha nem, mi akkor is tudjuk, hogy jó úton járunk, és azt tesszük, amit tőlünk a fehérváriak elvárnak. Nekem a múltkor volt egy élményem, csak hogy így, hogy néznek el bennünket az emberek. A könyvtárba forgattam, és ott találkoztam egy régió ismerősömmel, de az ismerősömmel vagy 20 éve nem találkoztam. És így mondta, hogy hát mennyire köszöni, hogy van a Fehérvár TV, mert hogy édesanyja nem régen hunyt el, de hogy a beteg ágyában is a Fehérvár TV-t nézte. És nekem ez egy annyira jó érzés volt, hogy akkor mégiscsak így tényleg van értelme annak, amit csinálunk. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy hányan néznek ott az otthonaikban. Tehát, ha már egy valakinek nagy élményt nyújtunk, és mondjuk a betegségében is segítséget adunk azzal, hogy olyan hírekről számolunk be, ami itt történik a környezetükben, akkor az már jó. Az egyes hasonló példák is erőt és biztatást adhatnak nekünk, de talán még fontosabb az, hogy az emberek igénylik a helyi híreket, kíváncsiak arra, hogy mi történik a környezetükben, akkor is, ha nem mondják. És igen, van hatása, van ereje a helyi médiának, ezt nem csak mi mondjuk, hanem országos felmérések, a helyi televíziók országos szövetsége, vagy a helyi rádiók országos egyesülete is úgy működik, a helyi rádiók, tévék összefogásával, hogy ezeket az információkat egymás számára közvetítjük. Tudjuk azt, hogy értékes tartalmat állítunk elő, bár önmagában egy városi televízió vagy rádió nézettsége, hallgatottsága szinte mérhetetlen. De országosan olyan erőt képviselünk, amit nem csak a nézők vagy az olvasók, a hallgatók, hanem egyszer most már talán a hirdetési piac is tudomásul vesz, hiszen sokkal több emberhez jutunk el,
mint amennyire értékén kezelik a hirdetők a helyi médiát. Ez talán változik, talán nem, de számunkra a napi munkában a fontos az, hogy ilyen példákat tudjunk fölhozni, és amikor azt látjuk, hogy nem csak idősebbek, akik a mi klasszikus fogyasztóink, akik még megszokták azt, hogy ekkor kezdődik a híradó, akkor bekapcsoljuk a tévét, és leülünk elé, vagy meghallgatjuk a 3 órás hírösszefoglalót a Vörösmarty Rádióban, hanem azok a fiatalok is igenis tudnak rólunk, tudnak az anyagainkról, tudják, hogy ki kicsoda, kik azok a munkájukat arccal, névvel vállaló újságíró kollégák, akiknek nevük és hitelük van a városban, azok jó jelek. Nem azt mondom, hogy ezek a fiatalok a nap nagyobb részében az általunk gyártott tartalommal vannak elfoglalva, és ezzel kötik le magukat. De ha belenéznek abba a híradóanyagba, ami őket érinti, és tudják, hogy van olyan, tudják, hogy hol keressék, akkor megtettük, amit megtehetünk ennek a közönségnek. Mik a tervek 2024-re? Ugye azért önkormányzati választás előtt állunk. Mit mondanál így a 2024-es évről, mondjuk akkor csak az elejéről, vagy a közepéig beszélgessünk? Hát mindig választás után állunk, és mindig a következő előtt. A 24-es év ilyen szempontból izgalmasabb lesz, hiszen június 9-én 2 választás is lesz, az Európai Parlament, illetve az önkormányzati. A mi dolgunk ebben az esetben adott, amiről kell a választást, illetően igyekszünk tájékoztatni a fehérváriakat, és majd tudósítani is fogunk a szavazás napján az eseményekről. Nyilván ilyenkor egyel vagy többel is magasabb fokozatra és nagyobb hőfokra kapcsol a közélet, és annak szereplői, ami sok jóval, meg sok kevésbé jóval is jár, a mi dolgunk az, hogy a szakmai kritériumok mentén, ha mások izgatottak, mi akkor is nyugodtan tudósítsunk a város dolgairól. Ugye 2024-ben akkor lesz az önkormányzati választás is, ami majd nagy feladatot fog jelenteni így minden egyes felületnek. Mi a helyzet így a csapattal? Jó-e most így ez a létszám? Szükség van-e még emberre? Hogyan látod ezt? A szerkesztőség egészen egy összeforrott és jól működő csapat, akikre én igazán büszke vagyok. Jó veletek dolgozni, és köszönöm szépen, hogy ilyen kiváló közösségben lehetek. Az, hogy egy létszám elég, nem elég, hát ez mindig gazdasági kérdés. Nem titok, hogy a mi működésünket nagyobb részben finanszírozza a város önkormányzata, azaz a város közössége, a város lakói cégei. Ez felelősséggel is jár, hiszen azt a pénzt, amit számunkra biztosítanak, azt takarékosan, célszerűen arra kell elkölteni, amilyen feladat, amiket megbíznak. Ezt tesszük, amikor van több pénz, akkor gazdagabb lesz a stúdió, fejlődnek a berendezéseink, jobban tudjuk esetleg motiválni a kollégákat. Amikor szűkösebb évek vannak, és az elmúlt években azért volt erre példa, akkor összehúzzuk magunkat. De az alapfeladatunk az nem sérült sem a járvány években, sem az energiakrízis idején, hiszen a hírekre szükség van. Sőt, akkor van igazán szükség. Emlékezzünk vissza, hogy amikor a koronavírus járvány első néhány hónapjában még senki nem tudta, hogy miről van szó, mi fog ez az egész kifutni, mit jelent az, hogy vesztegzár alá kerülünk, mit jelent az, hogy majd lesz-e oltás, nem lesz oltás. Na, ilyenkor értékelődnek fel a hagyományos, megbízható és komoly emberek által szerkesztett médiafelületek, amelyek a hivatalos közegek információit lefordítják hétköznapi nyelvre, és érthetően megpróbálják az információt a lakóknak, a fehérváriaknak, de bárhol a világban elmondani. Na, ez az időszak mutatta meg igazán, hogy mekkora jelentősége van akár egy Vörösmarty Rádiónak, akár egy Fehérvár Televíziónak, ahol azonnal napra készen pontos információt hiteles emberektől tudtunk átadni, amit nem kellett megkérdőjelezni. Nem kellett utána járni, hogy igaz, nem igaz, mert nálunk az hangzott el, ami a valóság. Ez a mi dolgunk, és ez egy választási időszakban is így van, ami előttünk áll, de nem is gondolom, hogy feltétlenül különbséget kéne tennünk
választási év, meg nem választási év között, hiszen a mi feladatunk döntő többségében változatlan bármilyen évről is beszéljünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál itt az ünnepi beszélgetésekben, és már átnézhettük 2023-at, és beletekintettünk egy kicsit 2024-be. Köszönöm szépen, és nagy örömmel jövök máskor is, és engedjék meg a kedves nézők is, hogy a karácsonyi ünnepek közepén jó pihenést, sok boldogságot kívánjak nekik, és a következő évre pedig jó egészséget, és egy boldog, jó egészségben telő évet. Kedves nézőink, az ünnepi beszélgetések vendége Hagymási András, a Fehérvár Média Centrum ügyvezetője volt. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.